Sziasztok! Ez itt a Kisember a Nagy Enduron című sorozat. Az én nevem Rece. Na, itt ülünk, sörözünk, és megvan a hajójegyünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, hogy aludtál, Kova? Tökéletes. Kuró madrasot kölyjelző, fújnom egyszer, mint egy. Hát így gyereknek ilyen madrasza van. Hát akkor elindulunk ma reggel is. Valószínűleg utolsó táborhelyünk volt. Megyünk Szlovákiába, mai kilométer 670. Szóval nagyon nem sikerült behatolni Lengyelországba, az este azért elég fáradtak voltunk. Én csak azt néztem, hogy a telefonomon miután 6 óra van, de igazság szerint az
előző országokhoz képest már a gyúrával odér, tehát este 7 volt. Hát este 7 azért elfáradt az emberek egész szakos motorozástól. Kerestük ezt a helyet, tehát túlvidék, tele hétvégi nyaralókkal, de hát nagyon pöbbes kis helyet találtunk, vagy talált az Imus. Ő a nagymester ebben. Megyünk, magas táta nem lesz, el kell, hogy kerüljük, mert egyszerűen nem esik útba. Mint hogy idefelé sem, van már szállásunk, Zina segít cimborája valamit intézett nekünk, valamilyen bungallót, vagy hát nem is tudom, faházat, kempingben, valami ilyesmit, úgyhogy a sátrazás az gyakorlatilag ezzel befejeződött. A hőmérséklet tökéletes, 19 fok, 8 óra 50, teljesen jók vagyunk, haladunk szépen keresztül Lengyelországon. Hát ez egy nagyon-nagyon unalmas szakasz lesz, attól tartok. Főúton kell haladnunk, nagyon nagy forgalom van, folyamatosan csak előzgetjük az autókat, semmi érdekes. Nyilvánvalóan Lengyelország gyönyörű, nagyon szép helyeket lehetne meglátogatni, de erre ilyenkor nincs idő. Odafelé menet hajtott bennünket, hogy minél hamarabb odaérjünk a Nordkapra, hazafelé menet meg hát nyilván azt hagy bennünket, hogy minél hamarabb hozzáérjünk. Gyerekek, ezen az úton körülbelül, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 100 kilométer simán van, ahol útjavításon. Nem videóztam, de valami hosszan, elképesztő egyszerűen. Egyszerűen hihetetlen. Nem igaz, hogy ilyen hosszan lehetünk a bolygóra. Borzolva. Valami rendesek mindig elengednek az autósok. Na végre megpróbálunk lehajtani erről a nyomorúságos útról. Ott tűnik, hogy van lehajtási lehetőség. Aha, ott van valóság. Akkor gyerünk. Van egy hűnök innen. Na, Szlovákia. Mehetek vissza a kameráját. Köszönöm szépen a figyelmet! Iratkozz fel a csatornámra, és nyomjál rá a kis csengő ikonra, hogy értesülj az újabb részekről!